Figyelem, csendet kérek az épületben, elindul a mai második adásfelvétel. Somehow you found a way to tether. Köszi, hogy itt voltál, szórakoztató és érdekes volt, köszi. Épp az Ózon TV Egyenlítő című műsorában voltam egy beszélgetésen. A tudományos ismeretterjesztésről és szemléletformálásról volt szó. Voltak már jó interjúk, amiken voltam eddig. Az biztos, hogy ez azok között van. Nem tudom pontosan, mikor megy adásba, azt majd gyorsan megnézem, és mihelyt tudom, azt be is írom nektek a videó leírásába. Most viszont valahova egészen máshova megyünk, van köze a tévéhez ennek is, meg ahhoz is, hogy nagyon-nagyon parányi dolgok vannak a Dunában. Jó, ennek lehet, hogy így még nem látjátok az értelmét, de mindjárt megérkezünk a Csepel-szigetre, és akkor fogjátok látni. I didn't see you enter. I didn't hear knocking at my door. Somehow you found a way to tether. You dropped your anchor down to my soul. És azt hiszem, hogy a legjobb helyen is vagyunk. Ugyanis vele jöttünk találkozni. Ő Betlámos. Szia, nem fogunk kezet. Friss rakom a maszkot. Elég vadregényes tájakon jövünk itt végig, hova megyünk? Hát ez itt a Ráckevei-Soroksári Dunák, mi csak Kisdunának betézzük, és itt arra felé ott van az úszóláb, aha, és ott az úszólábban pedig olyan egysejtűek élnek, amiknek nincs szüksége oxigénre, nagyon jól el vannak nélküle, és igazából még méreg is számukra az oxigén, ahogy onnan is fogok egy kis mintát venni. Mert hogy ez az, amit mondtam nektek, hogy nagyon parányi dolgok vannak a Dunában, és ezt nézzük, mert hogy álmos ennek a nagymestere. Miket csinálsz te? Hát én az élőbevonatokat vizsgálom, azok olyanok, mint hogyha parányi erdők lennének. Mondjuk, mint hogyha itt körülöttünk a fákat, lekicsinyítenénk akkorára, hogy a legnagyobb fa az mondjuk csak ilyen másfél milliméter magas lenne, és mellette meg a papucsállatkák meg még sokkal kisebbek lennének, de azokat még pont szabad szemmel lehetne látni. Merre papucsállatkákat lehet látni szabad lehet szemmel? Lehet szabad szemmel, épp hogy lehet, nagyjából ilyen 12 milliméteresek szoktak lenni, úgyhogy őket lehet látni szabad szemmel, hogy úszkálnak. Jó, amit viszont nem lehet szabad szemmel látni, azt hogy vizsgálod? Hát azért a papucsállatkákat bár lehet szabad szemmel, de azért elég rosszul, tehát a mikroszkópot azt jobb használni, mert hogyha pontosabban meg akarom nézni, ezek milyen állatkák, és akkor egy ilyen kis terepi mikroszkóppal fogjuk őket most megnézni. Kis terepi mikroszkóp. Viszont nem csak a saját élvezetedre csinálod ezt az egészet, hanem most dobtál össze csak úgy lazán egy természetfilmet ezekből, nem? Igen, a természetfilm.hu-val csináltunk egy természetfilmet, hát egy jó nagy csapatmunka volt, és akkor ennek az lenne a lényege, hogy nem csak beszélni ezekről a lényekről, hanem megmutatni mindenkinek azt, hogy ezek szépek, és érdemes mikroszkópban nézni. Viszont ha ezek ennyire picik, és tényleg szinte mindenütt ott vannak, akkor miért kell nekünk most ennyit gyalogolni? Ez jó kérdés, mert ott van egy nagyon kényelmes asztal. Na, miket látunk, mester? Itt egy baromi nagy napállatkát látok. Ez úgy néz ki tényleg, mintha egy nap lenne. Ilyen nagyon sok ilyen tengely lába van, és igazából ez egy ragadozó. Ha nekiúszik egy kerekesféreg, vagy bármi, akkor azt kegyetlenül elkapja. De igazából aranyosan néz ki, hogy ez nem látszik rajta, tehát jól titkolja azt, hogy miket szeret elfogyasztani. Itt van egy másik állatka, ez a papucsállatkának az egyik rokona, csak ő tud olyat csinálni, hogy úgy eszi meg az algafonalakat, mint hogy a spagettit zabálna. Ha valaki el akar kezdeni mikroszkópozni, mi kell hozzá?
Hát először is egy mikroszkóp. Nem kell nagyon drága mikroszkópot ezt, venni. Ezt szinte éreztem. Arra vigyázzunk, hogy ne műanyag mikroszkópot vegyünk, tehát így 20 ezer forinttól vásároljunk mikroszkópot, onnantól már megbízhatóakat adnak. Amik, vagy vehettek egy műanyag mikroszkópot 20 ezer forintért, csak akkor lehet, hogy nagy csalódás lesz a vége. Igazából lelkesedés az kell, és jó mintavétel. Tehát olyat ne csináljunk, hogy tényleg csak belemerítjük a befőttes üveget a vízbe, és akkor a vizet cseppentjük rá a tárlemezre, vagy otthon a vízcsapból, mert abban nem fogunk szinte semmit látni, vagy használjunk valami planktonhálót, azzal jól húzzuk meg a vizet, vagy valami jó koszos nádlevelet vegyünk ki, és arról papírgáljuk le az élőbevonatot, azt a barnás koszt, ami a felületén van, és abban tényleg nyüzsögni fog az élet. Igazából ezeknek az egysejtőeknek az a jelentőségük, hogyha a világ összes vizéből meg földjéből kiszedném az összes állatot, és belepakolnám egy nagy zacskóba, és ráraknám egy mérlegre, és ugyanezt megcsinálom az összes egysejtűvel, akkor azt kapnánk, hogy kétszer annyi kilónyi egysejtű van a világon, mint állat. Az állatok azok így nagyjából 2 gigatonna szént hordoznak magukban, az egysejtűek pedig 4 gigatonnát. Úgyhogy jó sokan vannak, mármint darabszámban is, meg tömegben is. És ez a film, amit most csinálsz, ez mikor lesz látható, meg hol? Ez majd június 7-én a Duna TV-n, és egy hétig fönn lesz majd a Médiakiknek a honlapján, és onnan is majd vissza lehet nézni. Szuper. Tudom, ma kísérletnek kellett volna lenni, egy kicsit megkavarodtam itt a 4 napos hét kapcsán, viszont azt hiszem, hogy ez a téma sem volt olyan rossz, márpedig kísérletek is be vannak tárazva, készülök 2 tök jó anyaggal, ezen kívül készül a Kovász mikrobiológiája videó is, ami ezért kapcsolódik ehhez a témához, meg mi van még? Ja igen, a Fókás podcast, amit felvettem még múlt héten, de nem vágtam meg, azt is megpróbálom holnap vagy holnap után megcsinálni, úgyhogy azt is hallhatjátok, és szerintem nagyjából ennyi mára, nézzétek Álmosnak a videóját. A kalandjaim a parányok világában. Ez a címe, a linket megtaláljátok a videó leírásában. Sziasztok!